Megemlékezés, Máté Szalkán tartották a megye központi ünnepségét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának alkalmából. Lakossági fórum, Kövér László tartott előadást Nyírbátorban az április 8-ai választással kapcsolatban. 100 millió Geszterédnek, a település jelenlegi legnagyobb fejlesztése az iskola felújítása és az óvoda korszerűsítése. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára emlékezünk ma. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A megye valamennyi településén megemlékeztek a 48-49-es eseményekről, a központi ünnepségnek pedig ezúttal Máté Szalka adott otthont, amelyen a Talán Teátrum művészei működtek közre. A megemlékezést követően kitüntetéseket adtak át, illetve megkoszorúzták a Máté Szalkai hősöknek állított emlékművet. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek csütörtökön Máté Szalkán. A településen tartották Szabolcs-Szatmár-Bereg megye központi ünnepségét. A megemlékezés Hanusi Péter, Máté Szalka polgármesterének köszöntőjével kezdődött, aki kiemelte, a nemzet nem csak közös nyelvet, kultúrát és közös múltat jelent, de mindazon pillanatok összességét is jelenti, amikor a történelem próbatételei egybe kovácsolják a magyar szíveket. Számomra 1848 márciusa azt üzeni, hogy érdemes küzdeni hagyományainkért, keresztény értékeinkért, és kitartani hitünk mellett. Azt üzeni 1848 márciusa, hogy mi mindannyian egy békében élő, fejlődő Máté Szalkát akarunk. Egy várost, ahol jó élni, ahová jó hazatérni, amit büszkén mutathatunk meg az idegváltogatóknak. Azt üzeni, hogy a fényvárosában elődeink tudása és a ma élők teremtő munkája vezet utunkon. Haza és haladás, amiért együtt küzdöttek 1848 márciusától azok a fiatalok, akikre most is úgy emlékezünk, mint a márciusi ifjakra, és méltón lehetünk rájuk büszkék, és lehetnek példaképek a mai generáció számára, hangzott el a megyei közgyűlés elnökének ünnepi beszédében. Egy október 23-ai ünnepségen néhány évvel ezelőtt már találkoztunk itt Máté Szalkán. Most pedig úgy volt méltó és igazságos, hogy március 15-én ezen a fantasztikus ünnepen lehessünk itt együtt a megye második fővárosában, itt a történelmi szatmári részeken, és osszuk meg egymással gondolatainkat, egymással örömünket, hiszen 1848. március 15-e olyan sok értelmű gondolatiságot tartalmaz, amely minden magyar nemzedéknek újabb felfedezni valót jelent, újabb és újabb jelentéstartalmakat jelent. Az ünnepségen a megyei közgyűlés elnöke a testület nevébe a Magyar Sajtónapja alkalmából Balázs Attila fotóriporternek ezüst emlékérmet adományozott. A díj átadását követően Kovács Sándor tartott ünnepi beszédet. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a magyar nép megmutatta, hogy a kisebb lélekszám, a hátrányos helyzet mit sem számít, ha a függetlenség a tét. Most az ünnep előtti napokban elnézegettem az óvodákban gyermekeinket, ahogyan nemzeti színű zászlókat és kokárdákat készítenek. És ahogy elnézegettem őket, arra gondoltam, hogy vajon egy emberöltő múlva majd ők is elnézegethetik a saját gyerekeiket? Azt hiszem, ez a kérdés minden szülőben felvetődik, hiszen nem pusztán a saját életünket éljük, de a gyermekvállalásunkkal, családalapításunkkal a jövőt is formáljuk. Az ünnepséget követően a résztvevők megkoszorúzták a Dorgai Károly honvéd százados, Kézi László nemzet őrnagy és a szabadságharc 50 ismert Máté Szalkai közvitézének tiszteletére állított emlékművet. A megye hőseire emlékezve avattak emléktáblát az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából Nyírmadán a Nyíri Honvéd Egyesület kezdeményezésére. A kutatások szerint a település jelentős szerepet játszott a szabadságharcban, 33 honvéd és 6 tiszt állt a honvédség és a nemzetőrség kötelékébe. Nyírmada mellett Vaján és Napkoron is hasonlóképpen emlékeztek meg a 48-49-es eseményekről.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem egyik legfontosabb esemény sorozata volt, hiszen először mutatkozott meg markánsan a magyar nép összetartó ereje, nemzettudata, szabadság szeretete és büszkesége. Olyan hősök és hazafiak küzdöttek a szabad, önrendelkező új Magyarországért, mint Kossuth Lajos, Petőfi Sándor vagy Damjanich János. Szabolcs-Szatmár Bereg megyei számos hőst adott a szabadságharcnak. Nekik állítottak most emléktáblát Nyírmadán. Kálmán Béla a település polgármestere beszédében többek között Nyírmada általános iskolájának névadóját, Patai Istvánt emelte ki, aki 1848. június 19-től nemzetőr őrnagyként, majd szeptember közepétől Szabolcs vármegye önkéntes nemzetőrzászlója parancsnokaként tevékenykedett. A fegyverletétel után bujkált, majd nyírmadai birtokán élt visszavonultan. Annak örülök különösképpen, hogy az óvodásoktól kezdve a nyugdíjasig mindenki ünnepelt, és mindenki érzi ennek a hagyománynak, vagy az akkori harc és az elődeinknek a fontosságát. Az óvodások egész délelőtt a saját készítésű zászlókat hozták, az iskolások kivonultak önkéntesen és nem kényszerűen a csapatzászló alatt, és az intézmények dolgozói, a település lakosai pedig, igaz, hogy a mi megszólításunkra, hogy mikor lesz az ünnepség, hisz igazodtunk a Nyíri Honvéd Egyesület időbeosztásához, én azt gondolom, hogy szép számmal és örömmel itt voltak. Nyírmada számára fontos az emlékezés, hangsúlyozta Kálmán Béla, aki úgy fogalmazott, az óvodásoktól a legidősebbekig mindenki átérzi az emlékezés fontosságát, emlékeikkel, jelenlétükkel és azzal a fajta hagyományőrzéssel, amivel a település adózik az 1848-49-es szabadságharcosoknak. A nyírmadai emléktáblát a Nyíri Honvéd Egyesület kezdeményezésére állították, hiszen a település is jelentős szerepet töltött be az eseményekben. Nyírmada azért különösen fontos, mert annak idején a szabadságharcba, a forradalom után a szabadságharc következett. Igen sok nyírmadai illetőségű honvéd harcolt a szabadság küzdelem különböző csataterein, Patai István iskolaviseli itt a nevét, és most újabb neveket emeltünk az emléktáblára, a Hunyadi testvéreket, akik hárman küzdöttek különböző minőségben a szabadságharc során, és sok más nyírmadait létszámtól, amit akkor a törvény alapján kivetettek, jóval többen álltak a szabadságharc oldalára, 33-an Nyírmadáról, példát mutatva ebben is a megyén. Többek között közöttük volt az akkori Alispán fia, Elek, Pécsi Elek, és ő is ott küzdött a többiekkel együtt, a paraszt gyerekekkel, jobbágy gyerekekkel, értelmiségiként Sárospatakról bevonulva a honvédseregbe, tehát Nyírmada példát adott. Nem csupán Nyírmadán állítottak emléket a megye hőseinek. A Nyíri Honvéd Egyesület jóvoltából Vaján, Vai Ferenc nemzetőr őrnagynak, Vai Károly honvéd századosnak és 25 vajai katonának, napkoron pedig Zikó János honvéd alezredesnek, Kálai Ödön honvéd őrnagynak, Orosz Mihály honvéd hagynagynak és 28 napkori nemzetőrnek állítottak emléktáblát. Nyíregyházán is megemlékeztek az 1848-49-es eseményekről. A megyeszékhely számos pontján szerveztek koszorúzásokat és ünnepi műsorokat. Többek között az Északi temetőben, az 1848-as sírkertben Hadzel Márton, Irányi Dániel, Kmeti György, Bencúr Miklós és a Kralovánszki család emléktáblájánál, Petőfi Sándor szobránál, valamint a Kossuth téren is. Hál' Istennek Nyíregyházának elég sok olyan emléktáblája van, ahol meg lehet emlékezni 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. Ráadásul most 170 éves évfordulóját ünnepeljük, és nem csak magának ennek az esemény sorozatnak, hanem a magyar honvédségnek is, az önálló magyar haderőnek, tehát ez lényegében egy kettős ünnep. Egész Európa sorsát befolyásolja az április 8-ai országgyűlési választás, mert az is a tétje, hogy bevándorló országgá válik-e Magyarország, vagy sem, hangoztatta az országgyűlés elnöke szerdán Nyírbátorban. Kövér László a szabolcsi településen lakossági fórumon vett részt. Nyírbátorba és a térségébe a rendszerváltás óta az utóbbi néhány évben érkezett a legtöbb fejlesztés. Ez Simon Miklós mondta el azon a lakossági fórumon, melyet Nyírbátorban tartottak szerda este. A térség országgyűlési képviselője kiemelte,
Hosszan lehetne sorolni az elért eredményeket, melyek a Fidesz-KDNP kormánynak köszönhetően hozzájárultak a régió erősödéséhez. 17 településen építettük meg a szennyvízhálózatot, többek között is Nyírbátorban is szennyvíz program indult, ivóvízminőségjavító programot indítottunk a települések felében, 33 a települések száma választókerületben. Új üzemeket építettünk, immár harmadik új gyárat adtuk át. Simon Miklós hozzátette, a fejlesztések során 7000 új munkahely jött létre a térségben, 3000-en a közfoglalkoztatásban, 4000-en pedig a versenyszférában tudtak elhelyezkedni. A politikus kiemelte, van mit félteni, az elért eredményeket meg kell óvni. Ezt hangsúlyozta Kövér László is, aki részt vett a lakossági fórumon. Az országgyűlés elnöke szerint is a 2010 és 2014 közötti időszakra építkezve, az elmúlt 4 év a rendszerváltás óta Magyarország legsikeresebb időszaka volt. Ez sok minden összesített számmal kifejezhető. Kifejezhető a munka nélküliség rekord alacsony voltában, kifejezhető ennek az ellentétében, vagyis hogy 4,4 millió ember dolgozik, soha a rendszerváltozás kezdete óta ennyi embernek nem volt munkája. Kifejezhető abban, hogy az átlagos vásárlóérték növekedése a béreknek 2010-hez képest 28%, de hogyha ezt a családosokra, a családi adókedvezményt is beleszámolom, azokra vetítem, akkor ez 40% fölött van. Kifejezhető abban, hogy a nyugdíjasoknak nem csak meg tudtuk őrizni a nyugdíjak reál értékét, hogy ezt megígértük, hanem különböző intézkedésekkel gyakorlatilag visszaadtuk neki vásárlóértéken számolva azt a 13. havi nyugdíjt, amit a szocialisták elvettek tőlük 2010-et megelőzően. De Európában egyedülálló családtámogatási rendszert is létrehoztak, illetve növelték a közbiztonságot, tette hozzá az országgyűlés elnöke. Kövér László úgy véli, mindezen sikerek veszélybe kerülnének, ha az ellenzék káosz koalíciója nyerni a választásokat. A politikus szerint ezzel egy külső érdekeket kiszolgáló báb kormány vezetni az országot. Ha a mostani ellenzék kerül kormányra, akkor teljesen nyilvánvaló be fognak hódolni azoknak az egyre erősödő kísérleteknek, nyomásnak, amelyek arra próbálják meg Magyarországot is rászorítani, hogy nyissuk meg a határainkat és fogadjunk be minél több tőlünk teljesen idegen kultúrájú, és egyébként a beilleszkedésre egyáltalán nem halandó népességet. Kövér László kiemelte, ezzel a nemzeti önazonosság, az európai és a magyar kultúra alapjai, valamint az államok önállósága kerülne veszélybe. Az országgyűlés elnöke arra hívta fel a figyelmet, az áprilisi választás tétje az, hogy Magyarország bevándorló országgá válik-e vagy sem, illetve az elért eredményes munka folytatódhat-e. A 14 év feletti tanulók és hallgatók számára a vasúti utazási kedvezmény igénybevételének feltétele az érvényes diákigazolvány. Az előző fél évben kapott diákigazolvány matricák március 31-éig használhatók, ezért a vasúttársaság arra kéri a diák kedvezménnyel utazókat, hogy időben gondoskodjanak okmányuk érvényességének meghosszabbításáról. A köznevelési és felsőoktatási intézmények a 2017-18-as tanév második fél évében is érvényesítő matricákkal látják el a diákigazolványokat, amelyek így október 31-éig lesznek érvényesek. Az új matricákat március végéig érdemes beszerezni, amennyiben valamilyen okból nem érvényesítik időben a tanulói, hallgatói diákigazolványt, akkor az adott oktatási intézmény által kiállított ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolással pótolható. 10 pályázatnak köszönhetően Geszteréd több mint 800 millió forint támogatást kapott beruházásaira az elmúlt években. A település jelenlegi legnagyobb fejlesztése az iskola felújítása és az óvoda korszerűsítése. A közelmúltban egy ivóvízminőségjavító programban is részt vett Geszteréd, valamint a közmunkaprogramnak köszönhetően megszépült a szabolcsi község belterülete. Több 100 millió forint fejlesztési forrás érkezett az elmúlt években a Szabolcs megyei Geszterédre. A település polgármestere kiemelte, ez az időszak fontos volt a község életében. Korábban jóval kevesebb beruházás valósulhatott meg Geszteréden. Geszteréd nagyon sok éveken keresztül nem kapott úgymondván pályázati pénzből vagy fejlesztési pénzből nagyon keveset, vagy volt olyan év, amikor semmit. Az utóbbi években viszont több 100 millió közel megközelíti az 1 milliárdot, amit behoztunk Geszterédre. Tudom, ez ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem sok, mert Geszterédre nagyon sok minden hiányzik.
Már most egyre kevesebb, de ennek a kormánynak a jóvoltából nagyon sok mindenfelé elágazik a beruházások. Így például a művelődési ház és az óvoda épületén is napelemes rendszert alakítottak ki. 13 millió forintból pedig a település általános iskolájának tornatermét is felújították. Az intézmény vezetését átvette a Római Katolikus Egyház. Geszteréd legnagyobb beruházása jelenleg az iskolának és az óvodának a fejlesztése. A közmunkaprogramnak köszönhetően a község belterülete is megszépült, valamint egy 50 millió forintos belterületi csapadékvíz elvezető programban is részt vett Geszteréd. Geszteréden megvalósult egy ivóvíz minőségjavító program, aminek az összköltsége 1,6 milliárd forint volt, de ebbe 14 település tartozott bele, de Geszteréd adja az ivóvíz bázisát ezen fejlesztésnek, ilyen formán rá körülbelül 100 millió forint esett. Napelemes rendszerek épültek a középületeken 35 millió forint értékben. A jövőben a külterületi utak újulnak meg, valamint elindult a Geszteréd és Nagykáló összekötő út fejlesztési tervezése. Ennek összértéke 12 millió forint. A polgármesteri hivatal mellett 130 millió forintból piac épül. Rangadót nyert a Sunshine Nyikse. Az MB2-es nyíregyházi kosarasok 105-89-re győztek Debrecenben a Deac Campus Fesztivál csapatának otthonában. Kovács Tibor együttese sikerével a harmadik helyre lépett előre a tabellán. A két csapat első találkozóján a vendégek 10 pontos győzelmet arattak, így a nyíregyháziakat fűtött a visszavágás vágya. Az első negyedet 9 ponttal nyert a Nyikse, de a hazaiak a második negyedben elkezdték a felzárkózást. Kovács Tibor együttese azonban a harmadik 10 percben újra felpörgött, és a 29 pontig jutó Farkasinski Gábor, valamint a 22 pontot szerző Bráne Szavics vezéletével meg is nyerte a mérkőzést. Ráadásul 16 ponttal, ami az alapszakasz végén egy esetleges azonos mutatónál a Sunshine Nyiksének kedvez majd. Nagyon-nagyon örülünk a győzelemnek, bravúr kategóriába soroljuk, mind a mellett, hogy tisztában vagyunk a csapatnak az erejével, amit bizonyítottunk az első fél évben is a hazai mérkőzéseken, illetve hát most az új bajnoki szezon második felében az idegenbeli mérkőzéseken is, és nagyon jó, hogy előzetesen az előző körben a Cegléd ellen játszottunk, mert a mezőny egyik legjobb, hanem a legjobb csapata ellen. Szoros meccsen kaptunk ki 2 pont, ahol voltak győzelmi esélyünk, de ezzel egy olyan szintre jutott a csapatunk, amit meg tudtunk tartani most a legutóbbi debreceni mérkőzésen, és nagyon jó ritmusban játszottunk. Igazából erre a ritmusra készülünk a bajnokság kezdete óta. Most teljes csapattal tudtunk igazából kiállni, és ez a teljes keret erre volt képes, ami nekünk nagy öröm, ha előre nézünk a további mérkőzésekre, illetve hát majd a rájátszásra. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a Cegléd vezeti 17 győzelemmel és 1 vereséggel. A második Szolnoknak 15-2, a harmadik Sunshine Nyiksének 14-3 mutatója. A nyíregyháziak a szezon végén szeretnének ott lenni a feljutásról döntő rájátszásba kerülés jelentő első két hely valamelyikén. Csapaton belül is megfogalmazódik, hogy minden jobb teljesítményre szeretnénk, hogy is mondjam, a legvégén szerteni, illetve hát elérni minden jobb teljesítménye, minden jobb helyezést. Kimondva kimondatlanul szeretnénk ott lenni abban a két csapatban, amelyik az országos döntőben a feljutásért játszhat. Én azt gondolom, egy sportembernek ez lett a legnagyobb célja. Nagyon nehéz lesz, mert van 6 olyan csapat, legalább 6, amelyik képes erre. Ahogy bizonyítottuk, bárkivel partiban tudunk lenni hazai, illetve idegenbeli pályán is, úgyhogy erre készülünk a továbbiakban is. A Sunshine Nyikse legközelebb március 23-án lép pályára, akkor a Szentest fogadja Kovács Tibor együttese. A női kézilabda MB2 északkeleti csoportjának élén várja a Kölcsei díjese a folytatást. Hadobás István együttese eddig 9 győzelem mellett 2-szer szenvedett vereséget. A kölcseisek szombaton Bőcsön lépnek pályára.
Valamivel túl a bajnokság felén a Kölcsei DS-e vezeti az NB2 északkeleti csoportjának tabelláját. Hadobás István együttese a legutóbbi fordulóban szabadnapos volt, de így is megőrizte első helyét a táblázaton. Igaz, a második Hajdúböszörménynek és a harmadik Vitkelsének is 18 pontja van, de előbbi egy, utóbbi pedig két meccsen játszott többet a diákcsapatnál. A szakember elmondta, hogy nagyon sok nehézséggel küzdöttek az elmúlt időszakban, ezért még értékesebb, hogy az élen várják a folytatást. Persze eddig a tavaszi sorsolásra sem lehetett panaszuk. Tudtam, hogy jó a csapatom, bíztam benne, hogy ott leszünk az élmezőnyben, de őszintén arra nem igazán kalkulál az ember, hogy pontosan az első helyen, viszont nagyon örülök neki, hogy eddig jól szerepeltünk. Azért tegyük hozzá, hogy most a tavaszi sorsolásunk az oly irányban kedvező, hogy gyengébb csapatokkal játszottunk eddig, tehát őszintén elsők vagyunk, jók vagyunk, szépen haladunk, de a neheze még most jön. Hihetetlen mennyiségű betegség, sérülés, rabinai nezdek kereszt, illetve a boka szallagja szakadt el, 5 hetet kihagyott, Gyimesi Lolának tér problémája van, Tilki Andit 2 kisebb műtét is érte, betegek voltak többen, úgyhogy nem is akarom sorolni, de nagyon sok nehézséget küzdöttünk, és hát talán ez bizonyítja, hogy csapatként milyen erősek vagyunk, morálisan milyen egységesek, mert ennek ellenére nem romlott az eredményünk. A Kölcsénél nagy hangsúlyt fektettek az ifjúsági csapat szereplésére is. Az együttesből többen játszanak a felnőttek között, de saját korosztályukban is kiemelkedően teljesítenek a lányok. Vesztett pontok tekintetében itt is hangsúlyozom, második helyen állunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindkét csapatomnál az alapcélkitűzés az volt, hogy érmet szerezzünk, jó úton haladunk, úgy gondolom, hogy reális az esélyünk. A Kölcsei DS-e szombaton Bőcsön lép pályára. A megyei érdekeltségű csapatok közül a Vitkelse a Mezőkeresztes fogadja, a Mátészalkai MTK pedig szabadnapos lesz. A Magyar Kupa döntőjében érdekelt a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapata vasárnap. A nyírségi együttes azzal a Békés Csabával vívja az érdi döntőt, amely az elmúlt 2 évben 2-szer is diadalmaskodott a kupában. Egy mostani aranyérem esetén pedig végleg elhódítaná a trófeát. A Fátumi már új edzővel várja a mérkőzést, hétközben ugyanis Hollósi László váltotta Horváth Andrást a nyíregyházi kispadon. Horváth András azonban nem hagyta el az együttest, a továbbiakban másodedzőként segíti az együttes munkáját. A vasárnapi női döntőt az M4 Sport élőben közvetíti 18 órától. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára emlékezünk ma. A megye valamennyi településén megemlékeztek a 48-49-es eseményekről, a központi ünnepségnek pedig ezúttal Mátészalka adott otthont, amelyen a Talán Teátrum művészei működtek közre. A megemlékezést követően kitüntetéseket adtak át, illetve megkoszorúzták a mátészalkai hősöknek állított emlékművet. Egész Európa sorsát befolyásolja az április 8-ai országgyűlési választás, mert az is a tétje, hogy bevándorló országgá válik-e Magyarország, vagy sem, hangoztatta az országgyűlés elnöke szerdán Nyír Bátorban. Kövér László a szabolcsi településen lakossági fórumon vett részt. 10 pályázatnak köszönhetően Geszteré több mint 800 millió forint támogatást kapott beruházásaira az elmúlt években. A település jelenlegi legnagyobb fejlesztése az iskola felújítása és az óvoda korszerűsítése. A közelmúltban egy ivóvízminőségjavító programban is részt vett Geszteréd, valamint a közmunka programnak köszönhetően megszépült a szabolcsi község belterülete. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 15-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!